nagyon türelmesnek kell lennem, azt gondolom, hogy ez a kulcs. Nem vagyok egy türelmes ember, úgyhogy nekem ez szerintem nehéz feladat lesz. És szerintem az összes sportoló nem arról híres, hogy nagyon türelmes legyen, úgyhogy tényleg nagyon oda kell figyelnem minden mozdulatra, és amit a doktor, illetve a dorkával megbeszélünk, azt tényleg tartanom is kell. Mondta női kézlabda csapatunk kapusa Szikora Melinda április végén, miután sikeres térdműtétje után elkezdte a rehabilitációt. Természetesen Meli türelmes volt, az elmúlt 7 hónapban pedig minden nap azon dolgozott, hogy mielőbb visszaálljon a kapuba. Mikor ott beszélgettünk, akkor nem volt túl izgalmas az első fázisa a rehabilitációnak, amikor újra kellett aktiválni minden izom csoportot, és újra kellett tanulni járni. Minden nap újra és újra motiválni, úgymond magam a konditerembe, és egyéb kezeléseken vettem részt. De hát most itt vagyok, és ha visszagondolok, akkor egész gyorsan eltelt ez a 7 hónap, és most azt mondhatom, hogy már majdnem ott vagyok, hogy a kézilabda kapu és a mérkőzés pályára, menetére készen vagyok. Igazából az utolsó fázis jön most, hogy újra beálljak a csajokhoz edzésekre, és felvegyem a ritmust. Kapusunk még nem végezhet teljes értékű munkát, sok apróságra kell figyelni az edzéseken és a rehabilitáció során. Orvosa viszont örömhírrel szolgált neki a legutóbbi konzultáción. Kedden voltam az orvosnál, aki engedélyezte a labdás edzések megkezdését, de még mindenképpen szeretne, mielőtt beállok a mérkőzésre, az utolsó konzultációt megejteni velem. Előtte lesz még egy ilyen izomfelmérő teszt, amit még végigcsinálok, és azokat szeretném még látni. Annak ellenére, hogy már másfél hónapja kapusedzéseket elkezdhettem, de még a kicsúszás és ilyen tércsavoló mozdulatokat nem csinálhattam, úgyhogy ezeket folyamatosan be kell építenem újra a mozdulataimba, a mozdulat repertoáromba. Természetesen, hogyha úgy érzem, akkor mindig megállhatok. A legnehezebb az, hogy újra kondicionálisan végig tudjak csinálni egy ilyen iramú edzést. Nyilván nem csináltam olyan specifikus kapus mozdulatokat, amivel ugye visszanyertem volna a magát a kondíciómat, ezért ugye futással kezdtem el visszanyerni ezeket a dolgokat. Egyébként azt gondolom, hogy előtte, mielőtt megsérültem, akkor sem voltam rossz állapotban. Most már elég jó úton vagyok, ilyen 90%-osnak mondanám most a teherbírásomat, szóval még van egy, illetve 2 hónapom, hogy ezt felhozom 100%-ra. Ezek a jó hírek Meli lelkének is jót tettek, ugyanis nehezen dolgozta fel, hogy hónapokig csak a pályán kívülről tudja biztatni a lányokat. Megmondom őszintén, hogy az elején, amikor megsérültem, ugye azért volt nehéz, mert egy nagyon jó paszban voltam, nagyon jól ment a védés, meccsek óta élveztem az edzőm bizalmát, aztán jött a 40 másodperc alatti megsérülésem, amikor ugye bejuthattuk volna a Final Four-ba, ezt nehezen tudtam eleinte elfogadni, hogy ott nem tudok tovább a csapattal menetelni. Utána elengedtem ezt az érzést, mivel el kellett engednem, és saját magamra kellett koncentrálni, és arra, hogy minél jobb legyen a rehabilitációm. Jött ugye a szeptember, egy új szezon, akkor jöttek a bajnoki mérkőzések, ott még azt gondolom, hogy még elég jól tudtam magam visszafogni, de aztán a bajnokok ligája, ami mindenki tudja, hogy a szívem az legközelebben áll, és azt azért nehezen éltem meg, most már tényleg ezeket a mérkőzéseket nehéz szívvel tudom nézni a lelátóról, de fel kell dolgozni egy sportolónak ezt, hogy ezt most be kell áldozni arra, hogy később újra ott lehessek. Legyen veled a Fradi minden percben! Lórusz karórák a Fradi Shopban és a Futball Fan Shop üzleteiben. Válaszd a limitált szériás férfi karórát, vagy a fiatalos modern darabokat most exkluzív, meccsre szóló akcióval.